széla, Kuba már a szószéla csilla, Déla, déla, lácsárlé, Kuba már a koká, pocsíné. Köszöntöm a TV Hét nézőit, ez a Hétről Hétre Roma Kulturális Magazin műsor. Mai vendégünket mondhatjuk barátunknak, mert hogy gyerekkorunk óta ismerjük egymást, Farkas Róbert, a Budapest Bál alapítója. Szervusz! Sziasztok! Üdvözlünk! Gyerekkorodban kezdtél a zenével foglalkozni, de az egész családodra visszamenőleg mondhatjuk azt, hogy zenész így családról. Van. Édesapám Brácsos, ő Farkas István, ő a harcsa Farkas István, akit hallottam már megszületésem előtt játszani, ugye, és ez már annyira megragadt bennem, hogy 5 évesen én is hegedűt ragadtam, úgyhogy az első leckéket, az első hegedűt is tőle kaptam, úgyhogy nagyon meghatározta az életemet az, hogy ilyen korán kapcsolatba kerülhettem a zenével. És hogyha visszamenőleg nézzük a családot is, akkor anyukám részéről is, és apukám részéről is az egész család muzsikus, úgyhogy egy pár száz évre visszamenőleg biztos, hogy mindenki a zenével és muzsikával foglalkozott, és ez annyira olyan hagyomány, amit én azt hiszem ez a legszebb, amikor az ember, vagyis egy gyermek úgy kezd, ismerkedik meg a zenével, hogy szinte már azt várja, hogy ő maga játszhasson, és ez annyira erős, hogy mai napig is ez annyira megmaradt bennem, amikor én vágytam a hegedűre, és először azt megpengedhettem, és hogyan szólal meg az a kis hangszer. Úgyhogy egy csodálatos élmény, amikor az édesapa kezébe adja a hangszert a gyereknek. Ez egy meghatározó dolog ez volt nagyon, az nagyon. És mikor kezdtél nem csak pengetni, hanem már... Hát igazából, amikor már édesapám a hangszert a kezembe adta, akkor már ugye a vonó is előkerül, úgyhogy ilyen 6 éves korom körül már emlékszem, hogy ilyen hangfoszlányokat, vagy kis dallamfoszlányokat már játszottam, és igazából 7 éves koromban íratott be édesapám zeneiskolába, ahol ugye meg kell avval a klasszikus zenei alapokkal ismerkedni, ami minden hangszerhez elengedhetetlen. Amikor úgy kicsit már cseperedtél fölfelé, hogy mindig úgy érezted, hogy a hegedű az a te hangszered? Tehát nem volt olyan benned, hogy de jó lett volna mondjuk dobosnak lenni? Igazából én azt éreztem, hogy, vagyis azt láttam magam körül, hogy vannak más hangszerek. És igaz, még nem ilyen kiskoromban, de ilyen 12 éves koromban már elkezdtem érdeklődni a zongora iránt, és akkor azt mondta édesapám, hogyha van kedvem, akkor tanuljam azt is, de természetesen a hegedű az mindig egy olyan hangszer volt, ami elengedhetetlen, hogy az mellettem legyen, és azt napról napra megszólaltathassam, és fejlesszem a tudásomat, és de a zongora az is nagyon érdekelt. És akkor 12 éves koromban elkezdtem tanulni zongorázni, azt egészen 10 évig tanultam klasszikus zenét, ami igazából nagyon jót tesz, hisz a zongora ez olyan hangszer, ahol vizuálisan is látja az ember a hangokat, míg a hegedűn azon képzi az ember a hangokat, és az sokkal nehezebb elképzelni, és a zongorán minden hangot ott lát az ember. Aztán majd később jött a harmonika, ami ilyen 10 éves, 17-18 éves koromban elkezdett érdekelni, aztán egy jó pár éve meg a gitár. Úgyhogy egyelőre ez a 4 hangszer, amivel szorosabb barátságot próbáltam kötni, de még vannak olyan hangszerek, amik érdekelnek. Úgyhogy szerintem soha nem fogom. Hát most nagyon érdeklődöm a Brács iránt. Ugye édesapám Brácsos, úgyhogy nemrégiben szereztem is egy hangszert, és most már a Brács is elkezdett érdekelni. Én azt hiszem, hogy akármilyen hangszert is tanul az ember, igazából a zenének a kifogyhatatlan tárháza akad rá mindenhol, akármilyen hangszeren játszik az ember. Én szerintem fantasztikus dolog egy hangszert megszólaltatni, és amikor már nem csak az ember a saját kedvére játszik, hanem avval látom, hogy másokat tudok szórakoztatni, vagy megsiratni, az tényleg az egy fantasztikus dolog, hogy hangszeren keresztül mennyi minden emberhez el lehet jutni, hány, és milyen érzelmeket lehet tényleg közvetíteni. Akkor inkább ez a klasszikus zene iránya. Igen, hát édesapám annak idején, amikor emlékszem a hangszert a kezembe, akkor nótákkal, csárdásokkal indított. Volt de... minden. Persze, igen. De
nagyon erőre látó volt, és azt tudta, hogy azért ez a pálya azért véges. Akkor már így a 80-as években azért érezhető volt, hogy nem rossz, de ez már nem lesz jobb. Igen, a 80-as évek még az igen, az még jó volt, de volt egy olyan előszele az egész vendéglátó műfajnak, ahol már lehetett érezni, hogy a 60-as évek jobb volt, a 70-es évek is, még a 80-as évek már nem annyira, és ezt is fokozatosan, hogy úgy mondjam, kezdett a divatból kicsit kimenni, úgy kikopott. Szerettél volna prímás lenni? Na igazából gyerekkoromban igen. Amikor én a tévéképernyő előtt ültem, ilyen 10 éves lehettem, és láttam egy hatalmas zenekart, és ez a 100 tagú cigányzenekar, és én tátott szájjal néztem, hogy olyan csodálatos sok muzsikus, ennyien hogy tudnak így együtt játszani. És ez annyira inspirált, hogy én minél többet gyakoroljak, és itt naponta több óráról van szó, amit eltölt az ember. Volt egy olyan ismerősöm, akitől megkérdeztem, hogy te hány órát gyakorolsz, azt mondta, 1 órát pihenek. Na, úgyhogy ilyen is van, úgyhogy tényleg igazából teljesen magával ragadja a muzsika az embert, és igazából csak azt hisz, hogy napról napra egyre nehezebben tud megválni a hangszertől és letenni. És amikor láttam ezt a 100 tagú cigányzenekart, akkor én azt szerettem volna, hogy mindenképpen abba a zenekarba játszak, és elég hamar elkövetkezett ez az időszak, hisz 14 éves koromban lettem én a 100 tagúnak az egyik tagja, nem is az egyik, hanem akkor még a 101-dik. Ként kerültem be a zenekarba, aztán majd, ugye persze rengeteg gyakorlással, és ott akkor még a Berki László volt, a fantasztikus muzsikus volt, és annyira különlegesen és jól irányította a zenekart, hogy tényleg csoda volt őt nézni a munka közben is, és muzsikálás közben is, és akkor még a fantasztikus Lajos bácsi, a Boros Lajos bácsi is ott volt, ami nagyon nagy élmény volt ilyen kisgyerekként, rögtön egy ilyen fantasztikus muzsikusokkal megismerkedni. Aztán tényleg nyúztam a hegedűt éjjel-nappal, és egy idő után a zenekarnak az egyik vezető prímása lehettem. Emlékszem, akkor 18... Mennyi idő telt el? Hát ilyen 4-5 év telt el. Aztán 18 éves múltam, amikor már úgy mentem a zenekarra a turnéra, hogy már vezető primása lettem, és ez az első koncert, ez Párizsba vezetett, a Palace de Congrès-ba, aminek a -3. szintjé van, egy 5000 férőhes koncerttel terem, ahol 3 estét játszottunk, és ott akkor én már vezető primás szerepben játszottam. Már kék mellényben. Így van, pontosan a rutinosabbak. Na így van, akkor már kék mellény volt rajtam, és én azt fantasztikusan élveztem, hogy egy ilyen hatalmas zenekarnak az irányítása, és tényleg kiáll az ember a színpadra, és ott megszűnik minden, és tényleg csak a zene. És egy fantasztikus élmény volt. Hány évet túl foglalkoztál 100 tagúval, mennyi idős voltál? Én 11 vagy 12 évet töltöttem a zenekarral, aztán ahogy ott voltam, és már prímása lettem a zenekarnak, akkor egy idő után azt éreztem, hogy igazából nem nagyon tudok fejlődni most már. Többre vágytál. Igen, volt bennem egyfajta, igazából az a fajta vágy volt bennem, hogy annyi műfaj van még a világon. Nem csak ez, amit mi művelünk, persze nagyon szerettem, hisz itt a cigány, az emblematikus cigány dalokon, a virtuóz dalokon, a könnyű klasszikuson keresztül nagyon sok mindent játszottunk, és mai napig is nagyon színes a 100 tagúnak a repertoárja, de én vágytam másfajta műfajokra, és akkor, abban az időben, amikor én 21 néhány éves lettem, akkor nagyon nagy hullámmal jött be a balkán zene. Ugye ezek a Kusturica filmek által, és ezekben a muzsikák elhangoztak, az nagyon érdekelt. És ebben nagyon domináns szerepet játszott a tangóharmonika. Persze csak harmonika, és mindig azt mondják, tangóharmonika sokára, de ez egyszerűen csak harmonika, ami nagyon nagy hatással volt rám, és akkor én el is, és amikor mondtam apukámnak, hogy én szeretnék harmonikázni, akkor nem mondta azt, hogy nem. Már igaz, könnyebb volt, mivel zongoráztam, és itt a jobb kéz azért ugyanaz a szisztéma szerint működik, mint a zongora, csak ez ilyen mellzongora-szerű, akkor már nagyon elkezdte érdekelni apukámat, hogy na akkor hát a fiamnak van még egy
hangszert kedve megtanulni, akkor ő ebbe segít. És emlékszem, amikor beszélgettünk róla, akkor pár hét múlva beállított egy harmonikával, egy egyszerű kis Royal Standard 120-as harmonikával, rögtön felkaptam, és akkor itt a bal kéz az nagyon bonyolult volt, és a tükörből próbáltam nézni, hogy hol vannak ott a gombok, aztán rájöttem, hogy ez így egyedül sokkal nehezebb, úgyhogy el kell mennem tanárhoz, és egy kiváló harmonika művészhez volt szerencsém, hozott össze a sors, őt Kovács Péternek hívták, ő volt az én első mesterem, akitől még ilyen két szólamú invenciókat, bahokat, kis menüetteket tanultam, aztán később a híres harmonika művészhez kerültem, Tabányi Mihályhoz, akit nagyon imádtam, és ugye nagyon meghatározó egyénisége, művésze volt ennek a hangszernek, hisz ha azt mondták, hogy harmonika, akkor ezt rögtön Tabányi Mihály nevéhez kötötték, és én tőle tanultam pár hónapot azt a franciás és azokat a stílusokat, aminek a harmonika nagyon a jegyeit képviseli, és igazából egy chansont, egy francia műzetet, egy Edith Piaf műzetet, vagy chansont, igazából a harmonikán lehet igazából a legjobban visszaadni azt a fajta érzelmességét, és amit ugye ezt itt a franciáktól ismerhetünk, és ahogy ez a muzsika elterjedt a világon, és ezt én tőle tanultam azt hiszem egy fél évet. Akkor nekik köszönhetjük azt is, hogy kifele kacsintottál egy kicsit a klasszikus világból. Igen, úgyhogy igen, voltak olyan, már gyerekkoromban is olyan művészek, akik nem csak a klasszikus zene irányba, hanem egyszerűen más irányokba is tereltek. És amikor ezen a harmonikán elkezdtem játszani, akkor még ami nagyon érdekelt, az a balkán cigányzene, és akkor elég hamar, akkor még azt hiszem 3 hónapot vagy 5 hónapja harmonikáztam, hogy összeakadtam egy zenekarral, ami meghatározó volt az életemben, több szempontból is, ez a Besodrom zenekar, akik balkán cigányzenét játszottak. És emlékszem, a fonóba próbáltak, és én valahogy oda keveredtem, és ugye harmonika volt nálam, és rögtön úgy beszálltam hozzájuk játszani. Hát a muzsikusok azok nagyon szeretnek jammelni, és akkor, hogyha valahol megszólal valami muzsika, akkor rögtön a muzsikusokat az oda vonzza. És akkor ez így volt velem is, és rögtön elkezdtem velük játszani. És nem tudták, ugye nem ismerték az előéletemet, és nem tudták, hogy én egyébként nem harmonikás vagyok, ez még csak pár hónapja, nem hegedűs. Hát és igazából eladtam magam harmonikásnak, és bevettek a zenekarba. De jó, de több zenekarba is voltál. Úgyhogy fél évig nem tudtak róla, hogy én más hangszeren is játszom. És akkor... Úgy eladtad amikor, magad igen, harmonikásnak. Úgy eladtam magamnak harmonikásnak, és emlékszem, amikor már komorabbja fordult a Besodromnál a történet, és egyre komolyabb helyeken játszunk, akkor felvetettem, hogy hát figyelj, ne hozzak egy hegedűt, nem játszunk azon is valamit. És akkor hát mi azon tudok? Hát mondom, valamit. Na és akkor utána majd később a hegedűvel is, és a harmonikával is játszottam, de 2 évig igazából jártuk a világot. És amiért nagyon meghatározó nekem a Budapestben, ott ismertem meg a feleségemet. Ő akkor volt a Besodrom zenekarnak a menedzsere, és amikor ő bekerült a képbe, akkor rögtön elkezdtünk külföldre járni, és a nagyon híres fesztiválon, az Edinburgh Jazz Fesztiválon is voltunk akkor, Londonban, hol van? Angliában van még egy nagyon híres, a Glastonbury Fesztivál, azon is voltunk, úgyhogy tényleg olyan helyekre kerültünk el, amit nem is gondoltunk, hogy egy ilyen zenével így lehet járni, egész Európát, Franciaországot, Németországot bejártuk. Akkor pont az időszak volt, ugye, amikor igen, virágzott akkor, nagyon igen, a világzene. Ez a 2000-es, uh-huh. 99-ben alakult a Besodrom, és egészen 2000-től már jártunk külföldre, úgyhogy akkor ezt nagyon szerették mindenhol, és akármilyen fesztivál volt, ezt a fajta zenét imádták, és előszeretettel fogadták. Ez volt a világzene. Igen, akkor úgy hívták, ez a divatos, így van, világzene. Úgyhogy, és itt ismertem meg Gáncs Andrát, aki hát egy évig mi barátságban voltunk, aztán ebből kiderült számunkra, hogy ebből több lesz, és már 12 éve együtt vagyunk, és 7 éve már a feleségem is. Aztán jött egy olyan korszak, amit úgy hívtak, hogy Kis Tehét Tánczenekar. Ez hogy volt, egy a Besodromból? Így van, a Besodrom után, mert azt hiszem ilyen 2005-re tehető, vagy 2006-ra, pontosan nem is tudom, ugye az a bizonyos klip, ami igazából nagyon felkeltette az emberek érdeklődését, ez a Cybergyerek. Azt elmondhatjuk, bocsánatot kérek, hogy milyen költségvetések készült. Igen, ez a nagyon jó sztori volt. Igazából nagyon, nagyon,
hát hosszú éveket gyűjtöttünk erre a videóklip elkészítésére, hisz a kamerát kellett kibérelnünk, ami 10 000 forintba került, de igazából ennyi volt a költsége a klipnek, és ez azért volt csak a kamerabérlés, hisz az énekes Kollár Klemenc László, ő reklámfilmmel foglalkozott, és reklámfilm mert szakmába dolgozott, úgyhogy a vágással ilyen nekem nem igazán meg volt költség. Ő meg tudta azt oldani, persze annak is lett volna költsége, de mivel ezt ilyen kis házi felvételnek szántuk, ezt ilyen nagyon alacsony költségvetésből sikerült megoldani, és igazából nem is gondoltuk, hogy ez egyáltalán ilyen széles közönséghez el fog jutni. Elkészítettük a klipet, majd amikor elkészült, akkor megnéztük. Jó, és akkor azt mondta, hogy hát akkor már volt az internet, hogy jó lenne ezt föltenni az internetre, és akkor megbeszéltük, hogy nyugodtan tegye föl. Ezt vállaljuk, de nem gondoltuk egyáltalán, hogy ilyen sikerre fog szert tenni ez a klip. És emlékszem, amikor már pár hete ment, úgy mondták, hogy itt is látták a klipet, ott is, akkor már tévék is elkezdték sugározni. Kimentem az utcára, és ilyen pici gyerekek, ott a kacsás bács, hogy nem látta a kacsámat ott, és akkor hasonlókkal találkoztam. Még amikor együtt voltunk, akkor mászkálgattunk együtt, emlékszem, még veled is voltam, így akkor leállítottak ennek a klipnek a kapcsán. Úgyhogy igazából ez a kis tehintán zenekar életében nagyon meghatározó volt, és ez indította el a karrierét, de itt igazából a kicsit mulatos, kicsit alternatív rockos zenétől kezdve azért nagyon sok mindent játszottunk. Mikor szembesültél először abban, hogy igen, erre nagyon nagy szükség van, és nagyon nagy közönség tábora van ennek a zenei stílusnak? Hát amikor a klip, amikor úgymond befutott, és már nagyon sok ember látta, akkor azt láttuk, hogy mielőtt nem készült el a klip, akkor mondjuk, ha lementünk egy debreceni koncertre, ilyen klubkoncertre, akkor nagyjából voltak a koncerten 8-10-12-en. Igazából a koncert után össze kellett dobnunk az úti költségre a pénzt, hogy haza is tudjunk menni. Nagyjából így nézett ki. Ahogy ez a klip az elindult az útján, és már ilyen önálló életet élt, akkor emlékszem, egy nyíregyházi koncerten voltunk, ahol ilyen 1500-2000 ember várt minket, úgyhogy hihetetlenül megváltoztatta a zenekarnak az akkori arculatát. Úgyhogy akkor már tényleg azt éreztük, hogy minket szeretnek, nagyon kíváncsiak az emberek, és akárhova mentünk, mindol ezt a dalt kérték tőlünk. Persze egy másfél órás koncertet adtunk, de ezt volt, emlékszem, a koncertet, hogy háromszor is el kellett játszani. Ez valahol vissza is igazolt téged, mert hogy elmondtad, hogy próbálkoztál hangszerekbe is, minél több hangszert magadévá tenni, ezért a zenébe is visszaigazolódott az, Igen. Hát igazából minél... Az újítás minél, az fontos. Így van. Az én mindig az volt számomra fontos, hogy nem szabad így belekényelmesedni a dolgokba. És ez zeneileg is igaz, és egyébként a minden más területén az életnek. Hogyha kicsit elkényelmesedik az ember, akkor tényleg minden olyan picit visszafogott lesz. És igazából a motiváció az nagyon fontos, hogy valami motiváción. És nekem a zene az egy olyan kifejező eszköz, akármilyen hangszerről is beszélünk, amivel saját magamat nagyon jól tudom szórakoztatni, és a közönséget is. Úgyhogy igazából elengedhetetlen. Na és ez a hangszereknek a szeretete, meg mai napig is annyi hangszer van a falon, most már elég nagy a gyűjteményem, és nagyon jó hangszerek közelébe is lenni, még az ember nem is játszik rajta. Meddig tartott a Kistein Tánczenekar? Én a Kistein Tánczenekarban azt hiszem ilyen 3-4 évet játszottam. Amikor, ugye persze még közben volt nagyon sok zenekar, például játszottam, voltam vendégművésze a Ternipe zenekarnak, a Kályagnak, a Szilvácsi Gypsy Bandnek, akkor Pannonia Klezmer Bandnek, úgyhogy Klezmer zenét is nagyon szerettem, és igazából nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen stílusokat lehet még játszani. És ami gyerekkorom óta foglalkoztatott, és a száztogó miatt nem volt rá időm, hisz korán bekerültem a zenekarba, és onnantól kezdve annyit turnéztünk, hogy nem volt időm középiskolába járni, és nem tudtam azokat a tanulmányokat folytatni, de nagyon érdekelt engem komoly szinten az, hogy a klasszikus zenével minél jobban megismerkedjek, és netán egy diplomát is szerezzek. És amikor egy a 25-26 éves lettem, amikor azt éreztem, hogy ha most nem fogom meg az időt és az energiát nem szánom oda, akkor soha nem érem el azt az álmomat, hogy én egy zenei diplomát tudjak szerezni.
És akkor még a száztagúban játszottam, de már elkezdtem, már beadtam a felvételit a zeneművészetire, és hál' Istennek fel is vettek elsőre. Ehhez olyan tanárok segítettek, akik nélkül azt hiszem ez nem sikerülhetett volna. Ez egy olyan professzorral ismerkedtem meg, Dénes Lászlóval, aki egyébként gyerekkoromban azokból a kottákból tanultam, hisz ő írta azokat a kottákat, a hegedű iskolákat, amikből én játszottam, és olyan szerencse érte, és olyan megtiszteltetés, hogy ettől a professzortól tanulhattam, és egészen a zeneművészeti főiskolán végig az ő keze alatt tanultam, és igazából olyan tudást adott a kezembe, és annyira másképp átértékelődött ezen az életemben, amit igazából neki köszönhetek, és azáltal még egy világot kinyitott számomra. És akkor volt egy összhangzattanár, hisz a konziba nem jártam, és az összhangzattan nem tanultam, és a Madarász Iván, ő a Zenakadémiának a professzora, akihez még el kellett járnom tanulni, hogy a 4 éves anyagot valahogy behozzam, hogy felvételire azok menjenek, és 3 hónap alatt felkészített a 4 éves anyagból, és sikeresen felvételt nyertem, úgyhogy ez nagyon fontos volt. De amikor már a főiskolára jártam, akkor már éreztem, hogy én nem szeretnék nagyon ezekbe a zenekarokba visszamenni. Valami olyan különleges dolgot szeretnék csinálni, méghozzá akármit is tanulok, akármilyen műfajt, valahogy úgy éreztem, hogy az én zenei örökségem a cigány zene. És az a fajta hagyomány, ami nekem a legvonzóbb volt, ahogy ezeket hallottam, és ilyen régi könyvekből, régi magyar filmekből lehet látni, a 20-as, 30-as éveknek a kávéházi cigányzene élete. És ez igazából meghatározta azt, hogy én a későbbiekben mivel is fogok foglalkozni. Akkor már Andival, a feleségemmel nagyon sokat beszélgettünk, hogy hogyan is lehetne a kávéházi cigányzenét úgy felújítani. Ez 2007 környékén volt. Ez 2005 volt még, ez 2005, mert igen, 1-2 év eltelt, mire a megszületett. Megszületett a Budapest Bár, és akkor erről nagyon sokat beszéltünk. És az a fajta, igazából a cigányzenéből, a cigányzenének ebből a csodálatos világából, az a fajta szórakoztatás, ami nagyon, nagyon vonzott, hogy egyszerűen a közönséget úgy elvarázsolni, és olyan különlegesen szórakoztatni, hogy igazából csak a cigány muzsikusok tudják. Igen, nagyon érdekes dolgokat csináltatok, mert azért a cigányzenészeknek azért azt mondjuk el, hogy hál' Istennek olyan adottságuk van, hogy tudják ötvözni a jazzt, a tánczenét, ez vagy egy egyéb műfajokat. Ez így van. Ebben egy isteni áldással vannak a cigányok. És ahogy az a 20-as években is tudhatunk róla, és hallhatunk már több felvételt, már akkor is a cigányzenészek a kávéházakban a kuplékat, a francia sanzonoktól, a német lead, a német dalokon keresztül, az amerikai slágereken keresztül mindent játszottak. Tényleg a cigányok azok olyanok, Európában is igazából még lehet szűkíteni, akkor, mert Magyarországon, hogy a cigányok, ami körülöttük, körülveszi őket zene, azt magukba szippantják pillanatok alatt, és az ő zseniális alkotó folyamaton végig megy, és egyszerűen olyan előadásba hallhatják az emberek azokat a dalokat, ahogyan azelőtt még soha. Múltkor beszélgettem egy nagyon izgalmas történet került szóba, hogy igazából, amit én nem tudtam, hogy a cigányzenészek voltak először, akik a 900-as évek, 908-10-re tehetők, akik először jazzt játszottak Magyarországon. Ugyanis már abban, már az 1800-as évektől nagyon sokat jártak külföldre, és ők hallottak először ilyen Dixieland muzsikákat, és azt a fajta korai jazz muzsikát, amit még csak fúvós hangszereken játszottak, és annyira megragadta a akkori cigányzenészeket, hogy azt rögtön elsajátították, és elkezdték azokat a muzsikákat játszani, hogy erről van is felvétel, hogy 907-es-8-as felvétel, hogy egy cigányzenekar jazzes muzsikákat játszik. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy a cigányzenészek nagyon fogékonyak mindenfajta műfajra. Univerzálisak, abszolút. 2007 eljött, amikor megszületett a képletesen a feleségeddel az ötletetek a gyerek, a Budapest Bár nevű zenekar. Innen is köszönjük neki, hogy segített benne, és támogatott. Én is nagyon köszönöm, mert tényleg ez közös gyerek és közös munka.
persze azóta nagyon sok nagy létszámú lett a Budapestben. És sok gyerek lett. Hát és mindenki fantasztikusan dolgozik, és nagyon jó emberekkel is. Úgyhogy igazából nagyon szeretünk mi nem csak együtt koncertezni, de a hétköznapokat is nagyon boldogan éljük egymás mellett. A felépítettétek, elmondhatod, hogy 2 évig tartott, amíg kitaláltátok a Budapest Bár ötletet. Mennyire volt utána nehéz ezt a valóságban megcsinálni és kiteljesedni? Igazából az elején azt hiszem 2006-ra tehető vissza az a pont, amikor már komolyabb lépéseket is tettünk, hogy a zenekar tényleg életre keljen. Azt hiszem, hogy valamikor nyáron én elkezdtem Andival már komolyan beszélni arról, hogy mi is legyen igazából, még akkor nem volt Budapest Bár, nem volt a név meg, csak hogy milyen formában is kellene ezt a zenekart életre kelteni. És nagy szerencsémre én a zeneművészetén már megismerkedtem azokkal a muzsikus kollégáimmal, akikkel úgy éreztem, hogy na, ezekkel a muzsikusokkal és barátokkal, ezekkel tényleg lehet zenekart alapítani, és a Cimbalmosaj Falkas Mihályjal, Ökrös Károlyjal, akivel kamarapartnerem volt a főiskolán, és még a képbe került rögtön a Misinek a testvére, Farkas Ricsi, és velük alapítottam meg a Budapest Bárt, és amikor elkezdtünk róla beszélni, hogy igazából engem nagyon vonzanak a 20-as, 30-as években is lágerek, és az a kávéházi muzsika, ez a kuplénak a világa, ez a kicsit füstös, egy picit romlott világ, ez nagyon érdekelt. És akkor felvetettem, hogy nagyon jó lenne ilyen zenéket játszani, na de viszont ehhezek énekesek kellenek, hisz ezeket a dalokat abban az időben ugye énekesekkel az egyik fantasztikus énekes Kalmár Pál, akiről azt hiszem, hogy több mint 5-600 magyar nótá közt mellett tangókat is énekelt, tehát nem véletlenül a tangók királyának is hívták, és olyan fajta muzsikát hallhattunk az ő idejükből, ami tényleg fantasztikus, és olyan prímásokkal dolgozott, mint Magyar Imre, azt hiszem, hogy a 36. Rácz Lacival is, de Magyar Imrével, Debreceni Kis Lajossal rengeteg felvételt készítettek. Így van, és én ezeket gyerekkoromban, ezeket nagyon előszeretettel hallgattam, ezeket a muzsikákat, és akkor azt mondtuk, hogy énekesek kellenek. Viszont szerettem volna ilyen egy olyan zenekart, és egy olyan fajta világot, amik a fiatalok számára is vonzó. Na és akkor, amikor erről beszélgettünk, akkor felmerült bennünk, hogy mi lenne azokkal a barátokkal, és a hosszú évek során, akikkel én megismerkedtem, akár fesztiválokon, a Besodrom kapcsán, vagy a Kisténytán zenekar kapcsán, akikkel én együtt dolgoztam, vagy kapcsolatban álltam. És akkor így került a kép, hogy akkor a Kollár Lacit, a Kistehén énekesét akkor meghívtuk, akkor Szalóki Ágit, akivel a Besodromban játszottam, vagy Németh Jucit, akivel együtt tanítottunk több alkalommal ilyen fiatal gyerekeket, és akkor, amikor jártam a fesztiválokat, ott meg megismerkedtem olyan énekesekkel, mint Szűcs Krisztián, aki a Heaven Street 7-nek az énekese, vagy Frankkel, vagy Lovasi Andris barátunkkal, Kis Tibivel, hogy tényleg olyan csapatot sikerült összehozni, verbúválni, ami tényleg így a magyar zenei életnek, ennek az underground világnak tényleg a krémje. És amikor én felhívtam őket 2006-ban, akkor én igazából arra kértem őket, hogy készítsünk egy olyan albumot, ahol olyan kávéházi zenék szólnak, amik a mostani kávéházakban is összebeteszik, akkor tényleg a fiatalok is előszeretettel hallgassák, hisz egyre jobban nyíltak azok a kávéházok, ahol bementek egy komputerrel a fiatalok, vagy egy laptoppal, és ott csetelgettek, meg beszélgettek, úgyhogy mondtam, hogy igazából az volt bennem, hogy miért nincs, hogyha egy kávéházban vagyunk, ne csak a külföldi dalok szóljanak, hanem szóljanak az olyan kávéházi dalok, amik tényleg kávéházban élnek. Hogy fogadták a felkérést az énekesek? Nagy szerencsémre mindenki elsőre igent mondott. Nagyon vonzó volt számukra, hogy egy cigány zenekarral dolgozhatnak, hisz ők a rock műfajából jöttek, és tényleg nem dolgoztak még cigány muzsikusokkal. Azért ez egy nagyon nagy ötfözik. Igen, és tényleg nem dolgoztak még, de igazából a cigány zenészekről mindenki tudja, és a muzsikusok is, hogy azok milyen virtuózak, milyen előadás módjuk van, és hogy egy milyen érdekes
az ő szám, egy rockzenés számára is, ahogyan egy cigányzenekar megszólal. És elsőre mindenki igent mondott, ez volt 2006-ban, és addig nagyon sok háttérmunka tartozott hozzá, mire elkerültünk 2007 nyarához, amikor már megkezdődtek a stúdió felvételek, és az albumot, ahogy készítettük, akkor már az énekesek is mondták, és jelezték, hogy milyen jó lenne, hogyha ez több lenne, mint hogy csak egyetlen egy koncerten ezt bemutatjuk ezt az albumot. Mi volt az album címe? Az album címe Volume 1. Volume 1. Budapestvár Volume 1. Mert már az bennünk volt, hogy szerettük volna, hogyha egy második album is készülne. És a közönségnek szerettük volna azt bevezetni, hogy ez csak az első, de ennek még lesz folytatása. Amiben persze nem voltam még akkor egyáltalán biztos, hogy ez egy koncertező zenekarrá válhat. Hát hisz 10 zenekarnak a frontembere énekelt a Budapest bárban, és én nem tudtam először még, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy mi tényleg koncertezzünk, hisz tudom, hogy minden zenekar nagyon sokat dolgozik, és nagyon elfoglaltak, hisz nem csak a koncertekről van szó, hanem itt próbák is vannak, és ugye a magánélet is nagyon sok időt elvesz, és nem tudtam, hogy az életükbe belefér az, hogy ők a Budapest bárral rendszeresen koncertezzenek. Gondoltad, hogy ilyen sikeres lesz? Ez már nagyon sokan megkérdezték tőlem, de ha még kétszer megkérdik, akkor azt mondom, igen, de egyébként nem. Nem. Nézzük meg egy videóbejátszást az első album Volume 1-ről, a Szívemben bomba van című dalnak a videóját, aztán visszajövünk. Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hát, amerre lát. Mert én szétrombolom, tudom a kis szerelmes szívét. Ha meg nem gondolom, hogy ön tovább is élhet még. Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hát, amerre lát. Mert én, ha rumbadum dobol, bolond vagyok. Rumbadum dobol, azonnal felrobbanok. Szaladjon hát, amerre lát. Megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hát, amerre lát. Mert én szétrombolom, tudom a kis szerelmes szívét. Ha meg nem gondolom, hogy ön tovább is élhet még. Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hát, amerre lát. Mert én, ha rumba dob dobol, bolond vagyok. Rumba dob dobol, azonnal felrobbanok. Szaladjon hát, amerre lát. Nagyon-nagyon jó kis dal, nagyon szeretem, nagyon nagy kedvencem. Beszéljünk egy picit a második albumról. Ez a Volume 2 volt? Így van, aznak már címe is van, neve is van, Tánc. Azon már, úgyhogy az első albumunk az még stúdióban készült, és így első nekifutásra, én azt hiszem, hogy ez kezdetnek nagyon jól sikerült, de közben egy koncertező zenekarrá váltunk, és azt hiszem, hogy másfél-két év múlva jelent meg az albumunk, a második albumunk, ami már egy sokkal érettebb zenekarnak a hangzásvilágát fedezhetjük fel, hogyha meghallgatja az ember.
és itt egy már dupla albumot is készítettünk, és az fontos volt számunkra a második albumnál, hogyha ez ilyen vidám és szórakoztató zen, akkor élőbe vegyük föl. És ennek a felvétele nem stúdióban, hanem az A38 hajón készült, amit úgy vettünk fel, hogy a közönséget is bevontuk, és egy olyan lemezfelvételre, élő felvételre hívtuk el a közönséget, ahol akár a dalokat többször is eljátszuk, hiszen a vezérlőpultból mondták, hogy ez nem sikerült, ezt próbáljuk mindszer, hogy volt olyan dal, ami kétszer-háromszor is elhangzott, és ez a koncert egy ilyen 4-4,5 órásra sikeredett, és ez volt az a felvétel, ahol rögzítettük ezt a másodiknak az albumát, és mivel nagyon sok énekes volt, és már az első album után sok új szám felkerült a műsorunkra, itt már sokkal gazdagabb volt az a választék, és akkor azt mondtuk, hogy ha ennyi dalunk van, akkor ezt mutassuk be, és így dupla albumot készítettünk, és itt 20-valahány dal van. De itt már azért az elsőtől a másodikig azért elég szépen voltak koncertek. Ezt hogy tudtátok összeegyeztetni? Így van. Hogy érdekes volt, amikor az első koncertünket adtuk a Katona József Színházban, akkor rögtön egy dupla előadást kellett adnunk, és olyan hamar elkapkodták a jegyeket, hogy egy zenekar, ami még soha nem játszott, már ilyen nagy érdeklődéssel fogadta a közönség. Ugye azt hiszem, hogy a neveket, hogyha elkezdték olvasni, az felkeltette az érdeklődését a nagy közönségnek, és nagyon hamar elkapkodták a jegyeket. És amikor a koncertet adtuk utána, nagyon sokan már hívtak minket, hogy szeretnék, hogyha itt is fellépnénk, szeretnék, hogyha ilyen fesztiválon van, és akkor elkezdtünk beszélgetni az énekesekkel, hogy hát igazából készítettünk egy albumot, de igazából itt már koncerteznünk kéne, hisz nagyon szeretne minket nagyon sok mindenki hallani, nagyon sok helyen. És akkor megbeszéltük, hogy a Budapest Bár az hétköznap legyen nyitva, hisz hétvégén minden zenekar, minden énekes játszik a saját zenekarával, és a koncertjeinket a hétköznapra tettük, de színházba kedden, szerdán nyugodtan lehet előadásokat tartani, úgyhogy amíg eljutottunk, első évben azt hiszem ilyen 40-50 koncertünk volt már, ami egy kezdő zenekarnak azt hiszem elég sok. És igazából nagyon összecsiszolódott a társaság, a zenészek is, az énekesek is, és egyre nagyobb barátságot kötöttünk. Most már így 6 év után azt mondhatom, hogy egy olyan szoros barátság és olyan alkotó közösségé vált a Budapest Bár, amit azt hiszem, hogy most már senki sem adna föl, nem cserélne másra, hisz annyira megszerették, és igazából az, hogy a Budapest Bár, hogy igazából mindenki magáénak érzi, és azt hiszem ez így helyes is, és nagyon-nagyon jó velük együtt dolgozni, és mindig várjuk, hogy mi a következő kihívás. Koncepció, mi a következő kihívás, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon kerek történetté kezd alakulni ez a Budapest Bár. Na és ahogy eljutottunk a második albumig, akkor már érezhető, hogy ez egy nagyon komoly munka van itt zeneileg is, és sokkal jobb feldolgozásokat tudtunk, én részemről úgy érzem, készíteni, mint az első albumon, és az még egy kicsit kísérletező volt. Volt olyan, hogy bejöttek az énekesek, csak a stúdióba, ott beszéltük meg, milyen dal legyen, és már egy fél óra múlva elkezdtük felvenni. A másodiknál meg már rengeteget próbáltunk. Nagyon érdekes, a 8 kerületben a Misinek meg a Ricsinek a házába, lakásába próbáltunk, a Bezerédi utcába, egy bérházba, ahol ott volt cimbalom, bőgő, harmonika, gitár, hegedű, és mi egy héten kétszer-háromszor is, akár többször is permanens folyamatosan ott próbáltunk. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt mindig az a kihívás, hogy jönnek az újabbnál újabb énekesek, és akkor milyen dalokat nézünk velük. A másodikon kik voltak azok az előadók, akik a másodikon egy pici váltás volt, hisz már a képbe került, került Behumi Dóri, aki az első albumon még nem szerepelt, őt jazz meg azból ismerhetjük. A második albumon már Ferenci Gyuri énekelt, akit még barátságot annak idején a Száztagú Cigányzenekarba kötöttem vele, és hát ez egy fantasztikus muzsikus, fantasztikus ember, nagyon jó barát,
nagyon jókat lehet vele beszélgetni, és igazából így a vagány dolgokban is benne van. Most ezt nem részletezem, de tényleg nagyon vagány. Láttam a szemeden, hogy... Na, van kezed, nyugodtan. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon jó vele is együtt dolgozni. Sajnos a második albumunkon már Szalóki Ági nem található meg, hisz említette nekem annak idején, hogy nagyon szeretne saját dolgokra odafigyelni egy picit, és szeretne más dolgokkal foglalkozni, és nem fér bele az életébe, hogy még ő valahol máshol is fellépjen, és akkor barátságba ugyan, de sajnos elváltak az útjaink. Azóta párszor már föllépett velünk, úgyhogy azért úgy érzem, hogy ott a szíve is néha visszahúzza, de nagyon jó barátságban vagyunk, és más projektekben is részt vettünk vele azóta is. Mondja csak nyugodtan. 2010-ben jött egy album, aminek az volt a cím, hogy Zene, ami instrumentális dalok szerepeltek. Így van. Milyen célzattal? Láttuk a közönségen, és ahogy koncerteket adtuk, hogy egyre több zenekari számot játszunk, akkor a közönség nagyon kíváncsi. És ezt a fajta kíváncsiságot szerettük volna kielégíteni, és az a fajta stílusgazdagság, amennyi mindent mi játszunk, hogy egy olyan albumot készítsünk, ahol megmutatjuk, hogy mennyi mindent is szedtünk magunkra az évek alatt. És én előtte kint jártam Brazíliába, kint tanítottam egy 40 fős gyerekkórust, és én kint tanítottam hegedűt, zongorát, közben természetesen tanultam gitározni, mert a braziloktól focizni és muzsikálni lehet tanulni, és én a gitárt választottam a foci helyett, és kint tanultam, és olyan muzsikusokkal ismerkedtem meg, akik nagyon nagy hatással voltak rám, és a bossa nova, a szamba, sőt a helyi zene, amit Európában kevesebben ismernek, ez a sorró, amit nagyon hasonlít a cigány zenéhez, hisz nagyon érzelmes, gyakran improvizatív, és nagyon dallamban és harmóniában nagyon gazdag, úgyhogy a cigány zenéhez tudtam ezeket hasonlítani, készítettem is velük egy albumot, ahol a brazil sorrót és a cigány zenét próbáltuk megötvözni, és olyan szerzeményeket is sikerült felvételt készítenünk, olyan szerzeményeket, mint például Járóka Sándornak, idős Járóka Sándornak a szerzeménye is, vagy ifjú Járóka Sándornak a szerzeményét is sikerült, hisz megtanítottam a gitárosoknak, és úgyhogy játszottunk ilyen zenét is, és ez ők nagyon imádták, és tényleg érezték, hogy milyen közel áll hozzájuk, hisz harmóniában, dallamban, az a fajta rubátó, kicsit szabados játék, hogy mennyire inspirálta őket, és ezáltal a magyar cigányzené kultúrát is kicsit megízlelték. Akkor most már a brazilok is a magyar zenét játsszák ki. Igen, az én brazil barátaim, igen. Na és amikor, ha már ott jártam Brazíliába, akkor azt mondtam, hogy én nem mehetek addig haza, míg át nem ugrok Argentínába, Buenos Airesbe, ahol egy nagyon érdekes műfaj alakult ki, méghozzá a tangó. És az a fajta tangó érdekelt igazából engem, ami a Astor Piazzolla nevéhez, a fantasztikus bandeneóshoz kötődik. Ez a bandeneón egy hasonló hangszer, mint a harmonika, csak mind a két oldalon gombokkal játszanak, és így a térdükön játszanak. Nagyon különleges, gyönyörű hangszer. És volt olyan szerencsém, hogy pont egy olyan hegedűssel találkoztam, aki játszott Astor Piazzollával a 70-es években. És én mondtam, hogy szeretnék tőle kurzust venni, és egy pár alkalommal hadd járjak el hozzá, és tanuljam ezt a tangó muzsikának a rejtelmeit. És azt mondta nekem, hogy igazából, és milyen csodálatos, hogy ilyen dolgokra bukkan az ember bármerre jár, azt mondta, hogy igazából nem tud nekem nagyon segíteni, hogy játszak tangot, hisz a 20-as években a magyar cigány muzsikusok mentek Argentínába, és az ottani cigány muzsikusok voltak az argentin zenészekre olyan hatással, amiket ők becsempésztek az akkori tangó muzsikájukba. És itt is ez a cigányos, szabados, rubátos játék, az az egyéni csúszás, egyéni vibrátok, amiket az argentinok rögtön elsajátítottak, és az ő zenéjükbe is megmutatkozik. Úgyhogy a cigányzenét az igazából a világon bárhol fel lehet lelni. Nagyon érdekes. És amikor azt mesélte, hogy 70-valahányban Párizsban játszott Piazzolla, és azt mondta,
egy interjú alkalmával, hogy arra nagyon büszke, a hegedűse Suárez Paz volt, aki egyébként argentin volt, nem cigány, hogy úgy játszik a hegedűse, mintha cigány lenne. Úgyhogy nagyon izgalmas dolgok, és amikor én hazajöttem Buenos Airesből, akkor rögtön hoztam partitúrákat. És azokat a számokat, amiket elhoztunk, a zenekarral elkezdtük játszani, és olyan jól sikerültek, hogy ezt erre az albumra fel is vettük. Na, úgyhogy játszottunk Piazzolla argentin tangókat. Az albumon játszunk klasszikus feldolgozást is, például a Haydn Gypsy rondóját, ami nagyon érdekes, hisz a mi címbalmosunk Farkas Misi dolgozott fel, és hogy még legyen érdekes, én meghívtuk vendégművésznek Szakcsi Lakatos Bélát. Úgy tudjuk, hogy milyen fantasztikus muzsikus, nem csak a jazzben, hanem a klasszikus zenében, és azt hiszem mind a kettőt olyan magas szinten műveli, és annyira szereti, hogy meg akkor azt mondtuk, hogy erre a számra őt hívjuk el, úgyhogy ő vett velünk részt. Akkor játszottunk még brazil zenéket, ott elhívtam a brazil gitárost, akivel mi együtt dolgoztunk, de játszunk rajta Sarasate műveit, népdal feldolgozástól, a Hullámzó Balatontól, a Kis kecelányomig, hogy akkor van még egy másik jazz zongorista, akivel Angliában, Londonban ismerkedtem meg, egy fantasztikus jazz zongorista, aki kétszer is elnyerte a BBC díjat, őt Brian Kellogg-nak hívják, és ő vele is játszunk, ő vele egy nagyon érdekes, fantasztikus művész, Oscar Petersonnak az egyik szerzeményét, amit Bach és művei inspirálták Salutu Bach címmel, és ebbe őt hívtuk el zongorázni, és meg játszok vele Gershwin dalokat is. Úgyhogy tényleg egy olyan színes képet kaphattak a hallgatók a Budapest Bárról, amikor a harmadik lemezt, a zenelemezt a kezükbe veszik, hogy mennyiféle stílus érdekel minket, és a nagyvilág muzsikusai milyen hatással vannak ránk, és mennyire fontos, hogy minél izgalmasabban bemutassuk ezeket a dalokat, ezeket a műveket. Hoppá! Ha hoppá, akkor én azt mondom, hogy volume 4. Ez már volume 4, és akkor ez az az albumunk, amiken olyan dalok szerepelnek, amik az énekeseinknek a kedvenc dalai. Például Beatles feldolgozás, a Girl. Akkor itt vannak olyan dalok, amikkel cigányzenészek soha nem találkoztak. Ha azt mondom, Európa kiadó, vagy Trabant feldolgozás, ami a 80-as, 90-es évek igazi underground muzsikája. Nagyon érdekes, amikor jött a kis Tibi hozzánk, hogy ő szeretne egy Európa kiadó dalt énekelni, akkor betette a CD-t, vagy kazettát, még nem is CD-t, és akkor a zenekar hallgatta, és azt mondta, jó, kapcsolt ki, ezt nem bírjuk hallgatni. Ez annyira szokatlan számukra, és akkor a Tibi látszott, hogy de miért, hát ez olyan muzsika, ami ők nőttek föl, de aztán megbarátkoztunk ezekkel a dalokkal, a zenekar is, úgyhogy készítettünk bele két nagyon jó feldolgozást is, az egyik a Toporzékolok, a másik pedig a Tűz. Úgyhogy ezeken akkor, ami nagyon izgalmas volt még, próbálkoztunk, a német Júci felvetette, hogy mi lenne, hogyha énekelne ő egy regi számot. A Max Romeo-nak az egyik dalát, a Chase the Devil-t, úgyhogy itt már a cigányzenekar odáig eljutott, hogy már regi dalokat is játszunk, és ezt megpróbáltuk. Sőt, ebben még kanna is van ebbe a dalba, és a dobosunkat, Kisvári Ferit rávettük, hogy ebbe a dalba kannázzon. Úgyhogy tényleg nagyon izgalmas, és tényleg olyan gazdag a Budapest Bárnak azok a korszakok, egy rész, másik rész pedig az a fajta világ, ahogyan elővettük ezeket a dalokat, és mindegyiknél arra törekedtünk, hogy nagyon szórakoztató legyen, és az embereknek megpróbálni a hétköznapjait megszínesíteni. 2012-ben londoni olimpián. Így van. Hát ahogy rám néznek, akkor mindjárt gondolják, hogy nem. Nem gátfutás volt, hanem magasugrás. Így van. Ez nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra. A zenei olimpia az igazából az olimpiai játékokhoz kapcsolódott, és egy héttel az olimpiai játékok előtt megrendezték ezt a zenei olimpiát. Ami igazából arról szólt, hogy azok az országok, és itt 200-valahány országról van szó, ahonnan jönnek sportolók,
onnan egy héttel előtte hívtak muzsikusokat, és a London belvárosának 4-5 nagy terén, nagy szabadtérén, ahol 10-15 ember is ezer ember is elfér, olyan színpadokat húznak, ahol beosszák, hogy melyik földrészről, valahol Európa színpad volt, volt ahol Amerika színpad, Ázsia, de tényleg fel voltak osztva és be volt osztva, és mi olyan szerencsések voltunk, hogy a Budapest bár név alatt hívhattunk még 12 vendégművészt. És ezek külföldiek voltak, és volt egy francia énekesnő, akit meghívtunk, őt Melanie Pennek hívják, a Nouvelle Vague énekese, volt egy osztrák, perzsa származású Tanya Saidi, és őket azért is említem külön, hisz ők velük együtt is dolgozunk még azóta, onnan a barátság, és egy olyan koncertet kellett adni, akkor volt fúvó szekció, a trombitás az luxemburgi volt, egy cseh szakszofonos, egy szlovák pozános, úgyhogy tényleg olyan gazdag volt, és rengeteg énekessel léptünk fel. Ez a Zenefolyam című. Így van, így van. River of Music volt, igen, a címe. És a Trafalgar Square-en léptünk fel, és délután 4-5 ezer embert vonzott oda a Budapest Bár, és akkor elmondhattam, hogy na végre Londonban is kinyitott a Budapest Bár. Tehát tényleg egy olyan koncertet adtunk, amit nagyon-nagyon szerettek az emberek, és végig táncolták az egész órát, azt hiszem egy órás koncertet adtunk, és azóta már többször visszahívtak minket Londonba, annyira megtetszett az embereknek az a fajta világ, amit mi ott megmutattunk. Ha elszámolsz magadba, és számot teszel a múltra tekintve, hogy most mit képzeltél erről, akkor elégedett, vagy 100%? Hát igazából valami? Én, amit akkor elképzeltem, azt már rég túlszárnyaltuk. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen helyeken játszhatunk. Sőt, most már külföldön is egyre többen. Évelején Brazíliában jártunk, ott 11 koncertet adtunk, aztán New Yorkba adtunk 3 koncertet. Nemrég voltunk Törökországba turnén, akkor most jöttünk az a 2 hete Párizsból, ott az UNESCO közgyűlésen játszottunk. Bogyai Katalin meghívásának tettünk eleget, hisz a 2 évig most az UNESCO-nak ő volt a prezident, ő volt az elnöke, és most volt a leköszönő búcsúbeszéde, és minket hívott meg. Amikor megkapta a posztot, akkor Vásári Tamás szongoraművész játszott, és most, hogy továbbadta a stafétabotot, így mi vehettünk részt, és egy csodálatos élmény volt 195 országnak a képviseletének ott játszani, és egy fantasztikus helyszín. Úgyhogy közel az Eiffel-toronyhoz, egy fantasztikus város, tényleg csodálatos, és hogy soha nem gondoltam volna, hogy a Budapest Bárral ott is tudunk játszani. Aztán nem sokára megyünk Berlinbe, jövőre már. Ez a jövő. Ez már a jövő. Igen, most megyünk Berlinbe, és akkor utána jövőre megint nagyon sok külföldi szereplésnek fogunk eleget tenni. És tényleg nem gondoltam volna, hogy én nem gondoltam azt, hogy egy cigányzenekar, alapvetően egy cigányzenekarra ennyien kíváncsiak lesznek egy országba. De az is hozzátartozik, hogy olyan gazdag a kulturális, a helyről mi jövünk, és hogy cigányok és nem cigányok ilyen barátságban és szoros munkakapcsolatban vannak már 6 éve, erre tényleg nem gondoltam. Lemez, fellépés. Tavasszal jön egy új albumunk, amin már még érdekesebb dalokat fogunk játszani, mint amiket eddig hallottunk. Lesz elektronikus, egy pár számot készítünk, ami elektronikus. Tavasszal egy nagyon olyan tánc, az volt az a célunk, hogy egy olyan albummal jöjjünk ki tavasszal, amit ha betesz az ember, akkor végig tudja úgy, hogy végig tud rá táncolni. Mivel jön majd a nyár, egy nagyon bulizós, hangulatos, táncos albumot készítünk, ahol az elektronikai szerepet kap. Például Depeche Mode feldolgozást fognak hallani. Úgyhogy akkor lesz rajt, akkor most készült egy Jackson feldolgozásunk, akkor Cure-t is játszunk, és Annie Lennox lesz az albumon, még amit dolgozunk. Igazi cigányzene. Igen, az a hagyományos cigányzene. Na úgyhogy tényleg nagyon gazdag lesz, de ami igazából ezt a sokszínű kultúrát, zenei kultúrát összefogja, az a fajta hangzásvilág, ami már évek óta egységes, úgyhogy így fog minden dal megszólalni, és azt hiszem,
úgy nem fog csalódni a közönség. Tényleg egy nagyon jó albumot fogunk készíteni, és már gondolunk a jövő őszre is, ősszel pedig egy kicsit melankólikusabb, szerelmes, Tom Waits hasonló dalokból álló, és még gyönyörű magyar számokból álló albumot fogunk. Úgyhogy jövőre két albummal fogunk jelentkezni. Az ember álmodik, mit tudom én, a te esetedben megálmodtál egy dolgot, ami sikeres volt. Mi a következő álmod? Hát ami tényleg egy olyan nagy dolog, és azt el akarod élni mindenféleképpen. Hát igazából nem tudom, mert annyira a hétköznapokban élek, és annyira a következő lépések, hogy azok biztonságosak legyenek, és sikeresek, hogy annyira azokba vagyok elmerülve, hogy én most per pillanat nem tudok gondolkodni egy ilyen 5-10 éves távlatban. Igazából számomra nagyon fontos, hogy ez a zenekar nagyon sokáig együtt maradjon, és azt a fajta, ha mondhatjuk sikernek, amit a Budapest Bál megért, azt még jobban erősíteni tudjuk, és még érdekesebb dolgokat, még jobban meglepni a közönséget, és egyre többet szerepelni külföldön, hisz azt hiszem, az nagyon kell egy művésznek, hogy rengeteg inspiráció érje. És ahogy elhagyjuk persze ez Magyarországon is megvan, és annyi fesztiválon, koncerttermeken, és annyi fajta helyeken játszunk, de mégis az a fajta érzés, amikor az ember kiáll egy külföldi színpadra, és külföldi közönséget, akiknek a kultúrája teljesen más, mint a miénk, és azokat elvarázsolja. Én azt hiszem, ez a legnagyobb kihívás, amit egy zenész, amit a zenész inspirálhatja. És ez a fajta feltöltődés, amikor mi hazajövünk, akkor még nagyobb energiával tudjuk a mi közönségünket itt újra szórakoztatni. És azt hiszem, ez a kettősség, ez nagyon fontos az életünkben. A Magyarország és a nemzetközi sikerek is. Hát ez nagyon sok szerencsét kívánok nektek. Nagyon szépen köszönjük. A feleségednek is, hogy én támogasson is téged ebbe. Azt hiszem, hogy ezt a műsort most, ezt a mai műsort, úgyhogy Volume 1. És gyertek még el hozzánk ide a TV stúdiójába. Még szerintem szilveszter előtt én nekem így megfogalmazódott egy gondolat így a fejemben. Megfejleget, hogy mi látogatjuk meg őket? Nem. Hogy itt ment a stúdióban egy élő muzsikálást. Vannak még itt ferdelítetlen dolgok, de megpróbálunk minden kellemes felkérésnek eleget tenni, és én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további jó munkát kívánok nektek. Köszönjük, és most jön a Szilva Fácska című videó. A kertben két olajfa, idén télen elfagytak a nagy fa. De fogjuk, babám, húzzuk ki, és a tüzük mellett fogunk mulatni. Jaj, de hideg volt, de meleg lesz, minden kezdet babám, te kezded, csókolj meg és pálinkát, haragva az anyjomban, ne sajj már. Táncol az utca, ingulj, tavasz jött a tél helyére, de furcsa, csak a pálinka nem elég, de egy veszőt a hamukba ültetnék, hogy drága kicsi szilvafácska, Szilvafácska, nőj nekem, add nekem a bandibának pálinkája. Szilvafa, nőj nagyra! Szilvafa, nőj nagyra! Azt a keserit! A kertben két olajfa, de idén télen elfagytak a nagyfajba. Fogjuk őket és húzzuk ki, és a tűzük mellett fogunk mulatni. Stop!
szilapácska, nőj nekem, hadd legyen a pandibának pálinkája. Charlie, Cuba Maracocha, Pochine.